most aztán 28 embert várunk. Közel egy éve minden szerdán Bogyiszlón olt koronavírus elleni vakcinákkal dr. Szabó Gábor, egy ideje a Pfizer készítményével. A falu legidősebb lakója, Sánta József, a védettséghez szükséges harmadik alkalommal érkezett a rendelőbe. Védi az embert. Védi az embert. Hát azért kell begyűni injekcióra. Akkor mindig el kell az orvoshoz menni. Bár én ritkán voltam orvosnál. Csak ebben a praxisban tavaly óta már több ezren kapták meg valamelyik vakcinát. A település átoltottsága így az országos átlaggal megegyezően 60% felett jár. De még mindig sokan vannak, akik eddig nem jelentkeztek, pedig a negyedik hullám már javában tombol idehaza. Ugrásszerűen nő az új fertőzöttek száma, ezzel együtt pedig a kórházi ellátottaké is. Sőt, lélegeztetőgépre is egyre többeknek van szükségük. Jól látszik ezen az ábrán, hogy október utolsó hetében már napról napra nőtt a külső lélegeztetésre szorulók száma. Másfél hét alatt több mint 150%-kal. De gyakran már hiába a megfeszített orvosi munka, halálos áldozatokat is egyre sűrűbben követel a koronavírus. Csak az elmúlt másfél hétben összesen 389-en hunytak el a fertőzés miatt idehaza. Átlagosan eddig naponta 49 áldozatot követelt a járvány az elmúlt alig két hét alatt. A vírus elkapásának veszélyét egyre többen ismerik fel, de még mindig sokan vannak, akik egyáltalán nem tervezik bármilyen vakcina felvételét. A 17 éves Bogdán Botond az első oltására érkezett. Azt mondja, nem csak a betegségtől való félelem, hanem a szigorítások is erre ösztönözték. Hát nem tudom most, hogy már muszáj lesz, aztán ez miatt. Dr. Szabó Gábor szerint az már nem kérdés, hogy a lakosság szinte egésze elkapja-e előbb-utóbb a fertőzést. Mint mondja, ez tény. Szerinte a lényeg, hogy a szervezetük megfelelő immunválasszal tudjon reagálni a vírusra. Ehhez pedig az oltás az egyetlen igazán hatékony megoldás. Hát ez egy új dolog, én ezt megértem, hogy mindenki megvan ilyet, de arra kérem, hogy ne a Facebookon, vagy ne az ilyen mindenféle ilyen social médiába tájékozódjon, hanem a szakemberek véleményétre hallgasson és azt kérje ki. Én javaslom, nincs más lehetőség. Lehet védekezni, nálam is itt van az FFP2-es maszk, amikor betegeket vizsgálok, de egy biztos, a járvány az nem válogat, és igazából mindannyian el fogjuk kapni. A szakértő tapasztalata szerint sokan azért nem kérik az oltást, mert azt követően is megfertőződhetnek. Azzal viszont, mint mondja, a legtöbben nincsenek tisztában, hogy a vakcinát felvevőknek csak statisztikailag is alig mérhető aránya szenvedi át súlyos tünetekkel a koronavírust. Én magam átestem, kórházba is kerültem. Tavaly december óta szinte napi rendszerességgel például én dohányszagot, füstszagot érzek az orromba, illetve a sport is egy kicsit, tehát fáradékonyabb vagyok, és az alvás zavar is például nálam, tehát a neurológiai tünetek ezek megvannak. Ezt ember nem tudja megmondani, de az oltás az egyetlen út, amivel most védekezni tudunk. A járvány negyedik hullámának tetőzésére idehaza a szakemberek szerint nagyjából december eleje és a karácsonyi időszak között kerülhet sor. Az óvatos becslések úgy számolnak, addigra 150 napi áldozatot is követelhet a vírus, de egy rosszabb forgatókönyv szerint több mint 230-an eshetnek áldozatul 24 óránként.